A hivatásos vadászok mindennapjaira jellemző, szinte összes időjárási körülmény kísérte a 9. alkalommal megrendezett vadászkamarai trófeaszemlét és a Hubert Laki emlékhely megemlékezést múlt pénteken. Olykor sűrű eső áztatta a Bakonyerdő ZRT huszárok előpusztai vadászházának parkját, néha erős szél tépázta a fákat, aztán pedig ragyogó napsütésbe borult a táj. Azonban a barátságtalan, szeszélyes idő ellenére is ezúttal is nagyon sok hivatásos vadász vett részt a számukra szervezett, immár hagyományos ünnepen. Kicsit meglepve tapasztaltam, hogy a rossz idő ellenére milyen sokan ellátogattak a mai rendezvényre. Ez én azt gondolom, hogy mindenképpen ennek a rangját mutatja. Egyrészt a hivatásos vadászok megbecsülését, másrészt pedig azt, hogy itt egy színvonalas rendezvényt sikerült tartanunk évről évre. A hivatásos vadász emlékhelyet 2014-ben hozta létre a Veszprém Vármegyei Vadászkamara, a Bakonyerdő ZRT és a Verga ZRT, és azóta is minden évben egy napot a hivatásos vadászok ünnepeként szerveznek meg. Egyrészt megtisztelő feladat az, hogy a helyszínt biztosíthatjuk, és az ugodi erdőkben helyeztük el az emlékoszlopot, és hát tekintettel arra, hogy Veszprém megyében talán a legnagyobb vadgazdálkodó a Bakonyerdő, így ezáltal a legtöbb hivatásos vadásszal is rendelkezik, és az erdészeink közül is többen vannak, akik besegítenek ebbe a munkába. Tehát én azt gondolom, hogy a szakembergárdánk is nekünk létszámában is a legnagyobb, és én úgy gondolom, hogy felkészültségben is állják a versenyt a többi vadgazdálkodó szakembereivel. Az emlékhelyet és a rendezvényt életre keltő három szervezet több célt tűzött ki maga elé. Talán a legfőbb cél a közösség formáló ereje, ami bizonyítja azt is, hogy egy ilyen időjárási körülmények között is megtelik a tér, és ilyen időjárási körülmények között is ennyi trófea kerül kiállításra, hiszen ez majd még utólag nagyon sok munkát jelent a hivatásos vadászoknak helyrehozni egy picit az itteni állapotokat. De nem csak az, hanem egy ünnepnap ez a mai, hiszen ez a hivatásos vadászainkról szól. Az ő munkájukról, az ő megbecsülésükről, az ő általuk végzett munkának az eredményének a bemutatásáról, és sorolhatnám még tovább, és egy életpályának adott esetben az elismeréséről, a Hubert Laki kereszt kitüntetés átadásáról szól. Én úgy gondolom, hogy amikor életre hívtuk ezt a rendezvényt, és amikor megalkottuk ezt az emlékhelyet, akkor mi még magunk sem gondoltuk azt, hogy ennek ekkora rangja, ekkora súlya, és erre ekkora igény lesz majd. Pap Gyula elnök hangsúlyozta, a vadászkamaránál elsődleges, hogy a vadgazdálkodókkal közös, jó kezdeményezések ne egy alkalomra szóljanak, hanem hosszú távon is megtöltsék azokat tartalommal. Az ünnepségen a hivatásos vadászok munkájáért Varga László, a Bakonyerdő ZRT vezérigazgatója, Ugron Ákos Gábor, a Verga ZRT vezérigazgatója, és Korn Ignác, a Veszprém Vármegyei Vadászkamara hivatásos vadász alelnöke mondott köszönetet. Van sikeres vadgazdálkodó, jól képzett hivatásos vadászok nélkül? Biztos vagyok benne, hogy nincs. A hivatásos vadászok a letéteményesei a vadgazdálkodásnak. Egy terület akkor működhet jól, hogyha a jól képzett hivatásos vadász irányítja a mindennapokban a munkát. És ugye azt szoktuk mondani, hogy a hivatásos vadászok többnyire láthatatlan szakemberek, láthatatlan munkások, nem ők vannak a reflektorfényben. Jellemzően szerényen hátrahúzódnak akkor, amikor mondjuk egy értékes trófeás vad terítékre kerül, ők még a fotókon sem tűnnek fel a későbbiek folyamán, és az a munka, az a kitartó, áldozatos munka, amit végeznek annak érdekében, hogy a vadgazdálkodás eredményes legyen, és egy-egy ilyen trófeás vad valóban publikálható legyen, azhoz nagyon sok munka kell, és nagyon sokat kell dolgozni a háttérben. A vendégkísérés az haba tortán, frappánsan azt szoktuk mondani, hogy mi nem habot akarunk enni, hanem tortát, és a nagy munka a tortában van, nem a habban. Ami a szélesebb közönség előtt megjelenik, az valóban ez a hab, a vadászat csúcsa, de hasonlóan egyébként a mezőgazdálkodási tevékenységhez, vagy akár az erdőgazdálkodási tevékenységhez a betakarítás az, ami szembeötlő, ami látszik, és a mögötte rejlő hosszú, a vadgazdálkodás esetében több éven át tartó munka, az láthatatlan marad.
Hát nyilván ismerni kell a terület természeti adottságait és a rajta élő vadállományt, és próbálni kihozni azt az optimumot egy vadászterületből, ami eredményessé teszi a vadgazdálkodást oly módon, hogy a környezeti terhelés az a lehető legkisebb legyen. Hiszen ugyanazon a területen gazdálkodik az erdőgazdálkodó, a mezőgazdálkodó és a vadgazdálkodó is. Talán a legnehezebb feladat ezen ágazatoknak az összehangolása. Tehát oly módon eredményes vadgazdálkodást folytatni szabad területen, hogy az erdőgazdálkodás és a mezőgazdálkodás érdekei ne sérüljenek. A kiemelkedő tevékenységet végző hivatásos vadászokat az idei évben is Hubert Laki kereszt kitüntetéssel ismerte el a három alapító szervezet. A Veszprém vármegyei vadászkamara részéről Dávid Sándor vehette át, aki 41 éves vadászati múltat tudhat magáénak. A Bakonyerdő ZRT Kovács Ferencet tüntette ki Hubert Laki kereszttel, a Balatonfüredi erdészet fővadásza 45 éve van a szakmában. A Verga ZRT részéről Steyerlein Robert kerületvezető erdész hivatásos vadász részesült a rangos elismerésben kiemelkedő színvonalú munkájáért. Én büszke vagyok a vármegyei vadászokra, büszke vagyok a vármegyei hivatásos vadászainkra, hiszen ez az itt bemutatott trófeák mutatják azt az elkötelezettséget, mutatják azt a szakmai munkát, amit ők végeznek, és aminek a gyümölcse itt most részben, egy piciben megmutatásra került. A vadászkamara trófea szemléjét Pap Gyula elnök és Takács Szabolcs Veszprém vármegyei főispán, az Országos Vadgazdálkodási Tanács elnöke nyitotta meg. Fontosak az ilyen és ehhez hasonló napok, mint a mai, mert a közös gondolkodás az mindig valami jövőre mutató új ötletekkel szolgál, általában jó új ötleteket generál és megoldásokat hoz a problémákra. A közös gondolkodás, a közös cselekvés és a közös eredmények elérése az pedig mindenképpen egy közösséget formál és összetartó erőt biztosít minden társadalmi területen. Így van ez a vadászat területén is, és a vadászat nem csak egy ősi hagyomány, hanem egy olyan kulturális értékekkel bíró nemzeti és szellemi örökség, amelyet a vadásztársadalom is ápolni és védenie kell. Büszke vagyok arra, hogy itt Veszprém vármegyében a Veszprém vármegyei vadászkamara az ezt a hagyományt ezt ápolja, a közösség összetartó erejét minden esetben szem előtt tartva szervezi meg egyes rendezvényeit, de annak is örülök, hogy a szakmaiságot is szem előtt tartva arra ösztönzi a vadásztársaságot, a vadászati jogosultakat, hogy felelős vadgazdálkodást és egy példamutató vadászatást végezzenek. Takács Szabolcs főispánként az idei vadászati eredményeket is ismertette. 1000 gím trófeát hoztak be virágra hozzánk az idei évben, és 26 tiszkóban feletti vika esett, valami 43 érmes trófeáról lehet beszámolni. Ez Veszprém vármegyét tekintve az mondom egy jó szám, és az öröm mellett arra is felhívja a figyelmünket, hogy szükség lesz a szarvas állomány akasztása, és szükséges lesz mindenféleképpen a magasabb mértékű intenzíve vadászata. Korábban megtörtént a őzbakoknak a bírálata, 1845 őzbak trófeát bírálta a kollégáim. Itt 9-500 gram fölötti bak esett. A dám populáció tekintetében 100 fölötti trófeát bíráltunk el. A Bakonyerdő ZRT büszkélkedhet a legszebb trófeával. Egyébként is elmondhatjuk, idén a dám trófeák aránya is mérete az évről évre javulást mutat, ez az idei évben is így igaz. Ott egy közel 5 kg-os, 4,95 kg-os trófa elejtésre került sor. A kosok tekintetében Verga begyűjtötte az első helyet, ott 61 trófea került bemutatásra, és egy 92 centis kos a Verga ZRT területén került elejtésre. Mit lehet tudni a kiállításról? Hát több mint 100 került kiállításra, dám, gím, muflon, őzbak is, vatkan is látható itt a terítéken. És ami nagyon fontos a szakmai munkában az, hogy látni az állományon, hogy korosodik. Tehát az a cél, amit meghatároztak nekünk, akár minisztériumi szinteken, akár megyei vadgazdálkodási tanács szinteken, hogy erősítenünk kell az állományt, korosbítanunk kell, az itt a trófeák bemutatásából már látható. Tehát jó úton haladunk. Az elbírált trófeákból 24 vadgazdálkodó, közel 120-at a trófea szemlén is bemutatott, és legalább ennyi vadászélményt, emléket is megosztottak egymással a jelenlévők, hiszen a hivatásos vadászok ünnepe a baráti és szakmai beszélgetéseknek is kiváló helyszíne volt.